A technológia robbanásszerű fejlődése sosem látott újításokat hoz napról napra. Gondolták volna, hogy egy nap robotkutyák fognak járőrözni, vagy hogy csipet ültetnek az emberi agyba? Esetleg, hogy probléma lesz az űrszemét? Már is mutatjuk. Robotkutyát már itt a radarban is mutattunk, de robotrendőrkutyát láttak már. Malagában ezzel a forradalmi eszközzel támogatják az egyenruhások munkáját. A helyi egyetem kutatói 2 éve dolgoznak az ötleten, hogy egy kamerákkal és kék villogóval felszerelt robotkutya segítsen felderíteni a közlekedési szabálysértéseket. Ezzel a projekttel a rendőri munkát segítjük, ami ebben a megoldásban kiemelkedik, hogy 5G technológiát használunk a robot működtetésére, valamint a képelemzésre és a veszélyes helyzetek felismerésére, például az elektromos rollerek tiltott területeken történő használatára. Néhány lelkes járókelő megpróbálta utánozni a robotikus járást, de volt, aki saját kis kedvencét mutatta be a nem mindennapi állatnak. A különleges szerkezet egyelőre távirányítású, de idővel mesterséges intelligenciával szeretnék felszerelni, hogy önállóan is működhessen. Gondolataival irányítja a számítógépet az a 29 éves fiatalember, aki egy búvárbaleset után nyaktól lefelé lebénult. Mindez úgy vált lehetségessé, hogy egy csippet ültettek a fejébe. Ő az első páciens, aki megkapta a különleges eszközt. A fejlesztés Elon Musk nevéhez fűződik, egyik vállalkozása évek óta kutatja ezt a területet. Az elmúlt években nem nagyon tudtam ilyet csinálni, ezt önöknek köszönhetem. Próbáltam pálcával, meg hasonlókkal, de most már mindent az agyammal irányítok. Most, amikor a kurzor mozog a képernyőn, azt mind én csinálom. Elég király, nem? A korábbi sportoló a chip fejlesztőjével együtt tesztelte a megoldást. Kezdetben kipróbáltunk néhány különböző dolgot, alapvetően olyan volt, mintha egyfajta különleges erőt használnék, amivel el tudom érni, hogy a kurzor oda menjen, ahová akarom. Csak oda néztem valahová a képernyőn, és a nyíl oda ment. Nagyon vad élmény volt. A múlt hónapban az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának ellenőrei problémákat találtak Elon Musk cégénél. Elsőként majmokon tesztelték ugyanis a technológiát, és felmerült az állatkínzás gyanúja. Minden bizonnyal fogunk még hallani a fejleményekről. Ez a robotkar hamarosan fontos küldetéssel indulhat az űrbe. A föld körüli pályán lebegő szemetet, például régi műholdak darabjait kéne összeszednie. A megoldást egy brit vállalkozás mutatta be, reményeik szerint legkésőbb 2027-ben indulhat útjára a forradalmi fejlesztés. Rengeteg eszközt lőttünk fel az űrbe, és nem távolítottuk el őket, nem hasznosítottuk újra, és nem is tettünk semmi mást velük. Mára így körülbelül 10 000 tonna törmelék van az űrben, csaknem 40 000 tárgy, amelyek mind különböző pályákon keringenek. Ezek zsúfoltságot okoznak, néha pedig össze is ütköznek. A szerkezetet úgy tervezték, hogy megfogja a nem működő kütyüket, és a föld légköre felé rántja őket, hogy kigyulladjanak és elégjenek. Persze, ez nem könnyű feladat. Mivel nincsenek meghatározott normák az űrbeli katonai hadviselésre vonatkozóan, egyesek egy esetleges támadástól tartanak, amely még több törmeléket eredményezne. A tét több milliárd dollárnyi eszköz. A navigációhoz, szöveges üzenetküldéshez, hívásokhoz és internetkapcsolatokhoz nélkülözhetetlen űrbeli felszerelések, amelyeket az emberek és cégek világszerte használnak.